az egyik nagyapám az Alföldön kerékgyártó, kerékgyártó lakkovács volt, és hát annak kézművesség minden, a másik nagyapám Erdélyben erdész volt, és székelykapukat csinált annak idején, egyiket sem ismertem, mert mielőtt születésem előtt meghaltak. És akkor hát bennem volt a fa utáni vágy, én intarziasztalos szerettem volna lenni, de apám azt mondta, hogy az tüdőbetegséget okoz, a fűrészpol, meg piszpidne, és akkor, mikor már elkezdtem dolgozni, és anyagilag úgy éreztem, akkor elkezdtem gyűjteni a szerszámokat, mert ezeket szerszám nélkül azért nem lehet. Utána találkoztam egyik munka alkalmából, találkoztam a Csékovács László szobrászművésszel, aki behívott a műtermébe, és hát ő buzdította arra, hogy próbáljak meg. És akkor adott egy darab fát, amit tűzre akart dobni, egy makóre nevű trópusi fát, egy kis gyújtós, hogy hát ha tudok belőle valamit csinálni, a való életből veszem a témát. Legtöbbször táncos figuráktól kezdve a munkás figurákig, mind amit valamikor láttam. Aztán van egy-két fantázia szobrom is, de tulajdonképpen a való életből veszem a mondani valóimat. Világ minden tájáról van anyagom, van, amit kivágnak fát, és én szólnak, hogy mehetek érte, és 4-5 évig, vagy valamit 10 évig kell szárítani ahhoz, hogy használható legyen, de hoznak barátok külföldről, sőt, volt régen még a rendszerváltás előtt, amikor még volt ilyen hárosi faros lemez művek, ahol furnért gyártottak, és amit a furnérgép nem bírt el hasítani, azokat kidobták, és mint tűzifaként meg lehetett venni. Tehát így meg lehetett venni mahagónifát, makórefát, különböző trópusi fákat is. Sőt, volt egy szobrászbarátom, akinek a testvére a dél-dunántúli áramszolgáltatónál dolgozott, és földkábelt fektettek Jugoszlávia felé, és a földből, a mocsárból kiszedtek ilyen mocsári tölgyfát, ami 15-20 ezer éves fekete fa, és a szobrászbarátom abból csinált nagy szobrokat, mindent, és a maradékot, hulladékokat, azt mind nekem adta, és abból több szobrot készítettem.